Sziasztok! Ahogy látjátok, a 13. részhez érkeztünk el a Magyar Linux videók sorozatban. Egy 4 panelos fájlkezelőt szeretnék bemutatni, ami egy nagyon kellemesen használható, de nem túl egyszerű fájlkezelő. Mi is ez? Egy sima fájlkezelő, olyan, amilyet a disztribúcióthoz kaptál. A disztribúcióthoz adnak egy fájlkezelőt, amit kiemelten előtérbe helyez az a disztribútor, de nem biztos, hogy számodra megfelel. Miért? Mert van, aki az egypanelosat szereti, van, aki a kétpanelosat szereti. Illetve vannak olyan igények, hogy 3 vagy 4 panel is legyen azon az adott fájlkezelőn. Ennek megvan az értelme, bár az első körben furcsának tűnik, hogy 4 panel, tehát 4 ablak legyen nyitva. Azért kell ez, hogyha több fájlkezelést szeretnél több könyvtárba gyorsan szortírozni, akkor bizony azt kényelmesen meg tud tenni. Mi az, ami miatt a 4 vagy 3 panelos fájlkezelőknél probléma lehet, amit bizonyos módon át kell hidalni? Ha egy kétpanelos fájlkezelőben dolgozol, olyan volt a Double Commander, amit már bemutattam, hogy az A panelből a B panelbe tudsz másolni, de ha 4 panel van, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, akkor az egyszerű F5, F6 megnyomása már nem egyértelmű. Ha az első panelon vagy, és megnyomod az F5-öt, akkor nem fogja tudni az a fájlkezelő, hogy te melyik panelban, a másodikban, a harmadikban vagy a negyedikben szeretnél másolni. Emiatt egy picit bonyolultnak fog tűnni ez a fájlkezelő, a megszokott billentyű kombinációk nem mindig és nem pont ugyanúgy működnek, mint ahogy megszoktuk. Ami számomra fontos, az, hogy 4 panelos legyen, azaz 1, 2, 3 és 4 panel közül tudjak választani. A másik ilyen gondolat, hogy egykezes legyen, ez egy nem egyértelmű, nekem az egykezes program azt jelenti, hogy teljes mértékben tudom egérrel kezelni. Tehát az egér 2-3-4 gombjával el tudok érni, annélkül, hogy a menüben menjek, a jobb egér gombbal, bal egér gombbal, ide-oda kattingatva mindent, azaz ne kelljen mozgatnom az egeret a fáj névtől el, hogyha én valamit azzal szeretnék csinálni. Nyilvánvalóan egyszerű másolás vagy mozgatásnál ez nem annyira érdekes, de amikor már egy kicsit tovább szeretnénk lépni, akkor ez már fontos lehet, illetve sokan szeretik velem együtt azt, hogy tudjam billentyűről is mozgatni a dolgokat, kezelni a dolgokat, tudjam egérrel is kezelni a dolgokat. De természetesen mindent menüből el tudunk végezni. Ami nagyon fontos, hogy egy fájlkezelő beállítható legyen, testre szabható legyen, azaz igényeinknek megfelelően tudjunk egy picit vagy sokat változtatni rajta. Ami a bővíthetőséget jelenti, vannak kész pluginok, amelyekre egy viszonylag szűk kör, de gyakorlatilag megfelelő ahhoz, hogy azokat a funkciókat, ami gyárilag nincs beépítve, pótolni tudjuk, illetve ami számomra kiemelten fontos, és erről majd cikkben fogunk értekezni, hiszen videóban ilyen irogatós, beállítgatós dolgokról egy kicsit macerásabb és forráskódokat, vagy kódrészleteket másolgatni videóról egy kicsit nehéz, hát majd ez a jövőnek a zenéje lesz, lehet saját parancsokat is bevinni, azaz, ha neked olyan gondolatod van, hogy mondjuk egy tömörítvényt másképp szeretnél ki vagy betömöríteni, vagy esetleg egy filmhez a feliratot letölteni, azt a fájlkezelőbe szeretnéd elvégezni, akkor ilyen kis plusz kis parancsokat be tudjál vinni. Ami fontos, a legtöbb általam ismert fájlkezelőbe ehhez vannak korlátos, vagy elég tág lehetőségek is a bővítése. Ami fontos, ez nem olyan egyszerű. Azaz, aki úgy gondolja, hogy a Double Commander, amit bemutattam, az már nagyon bonyolult, és neki csak ide-oda kell másolgatni fájlokat, akkor nem biztos, hogy ez lesz számára megfelelő fájlkezelő program. Nem egyszerű, szokni kell. Egy kicsit más logika szerint, hát 4 panel, ha mind a 4-et bekapcsoljuk, egy kicsit másképp rakták össze a menüszerkezetet, de nagyon jól használható. Teljesen új, saját utat jár, aki akár a Tunár, akár a Nemo, akár melyik megszokottabbat ismeri, annak nem lesz nagyon nagy váltás, de azért egy kicsit bele kell gondolni mindenbe. Amire nagyon figyeljünk,
előbb említettem, a négy panel miatt a billentyű kombinációk egy kicsit eltérhetnek, és el is térnek, ami természetesen nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk elég ügyesek, hogy azokat a billentyű kombinációkat ugyanolyanra állítsuk, ahogy nekünk megfelel, de eltérnek. Azaz az F5, F6 máshol, illetve mozgat, nem egyértelműen működik, ennél nem is fog működni, hiszen nincs erre beállítva. Amit tudni kell, ez egy komolyabb program, azaz nagyobb program. Most egy áttekintést tudok csak adni, nem térek ki mindenre, csak a jellemző és érdekesebb pontokat mutatok be. Nyilvánvalóan most már véleményem szerint az, hogy hogyan másolunk, hogyan húzunk el egyik panelből a másikba valamit, az nem olyan izgalmas, hiszen az egy alapművelet. Inkább azt szeretném megmutatni, hogy milyen tág lehetőségeket mutat ez az eszköz. Tervezek, ahogy említettem, cikkeket is róla, mert van, amit jobb természetesen írásban bemutatni, és főleg a bővítési sajátságokat, a saját parancsokat szeretném egy kicsit bemutatni, hogy milyen igencsak erőteljes lehetőségeink vannak. Ezeket nem kell használni, de egy idő után az ember rájön, hogy vannak olyan visszatérő terminálba futtatott parancsaink, vagy olyan elvárásaink, hogy ABC program a fájkezelőből is induljon el, vagy tevékenykedjen, akkor bizony érdemes egy kicsit elmélyenni. Semmilyen komolyabb programozó ismeret nem kell, logikusan össze lehet rakosgatni. Ebben sok minden. A telepítése viszonylag egyszerű. Minden disztribúcióhoz van kész csomag, vagy felmész a honlapjukra, amit itt találsz. Megbeültöd a keresőbe, hogy space fm linux, és megtalálod ezt az oldalt, és akkor kézzel is, forrásból is tudod telepíteni. Ami lényeg, egyszer azért mindenki fusson át ezeken a leírásokon, gondolatokon, amit itt megosztottak velünk, hogy úgy képbe kerüljünk. Lényeg, hogyha éppen a disztribúcióban nincs meg, vagy nem találod, akkor itt ebbe a kis felirata, csomagok a disztribúcióhoz, ne lepjen meg senkit, az automata fordítás be van kapcsolva, de természetesen angol az oldal, megtalálsz mindent, illetve a kiegészítő, gyárilag kész kiegészítőket, nem az, amit mi fogunk majd későbbiekbe majd kreálni, itt bizony rákattintasz, és megnézheted azokat az eszközöket, amiket bele tudsz tenni különösebb gond nélkül. Oké, telepítés után, bevallom őszintén az MX Linux alatt, két parancsot kellett kiadni, és föl is települt Debian alatt. Főleg így működik, az apt-get installal fölment a program, és megkaptuk a programot. Nyilvánvalóan elindítottuk a programot, és nézzük is meg, mi ez. Hát, ahogy látni, ez nem az alapbeállítás, hozzáteszem, mert már én egy kicsit barkácsoltam rajta. Ez az egypanelos megoldás. Itt fent tudod állogatni, hogy egy, két, három, négy panel legyen. Itt, ha nem változtatsz az ikonsoron, vagy ezen az all ikonsoron, akkor bizony hozzáférsz különböző egyéb dolgokhoz is. Na, ennek örömére nézzük meg, hogyan néz ki az, hogyha nettó két panelt használunk. Ez senkinek nem okoz semmi gondot. Azt hiszem, aki használ már két panelos akármilyen fájlkezelőt Windows Linux alatt, az körülbelül így néz ki. Van egy valami fönt, ami ikonok vagy szöveg, és van két panel. Jön a harmadik panel, ami vízszintesen helyezkedik el, ha három van, a három közül. Innéd ide, innéd ide, vagy akármelyikbe akármit tudsz húzogatni. Tehát, hogyha valamit megfogsz, és áthúzol ide, nem fogom megtenni, hozzáteszem, akkor bizony ezt te át tudod mozgatni, vagy éppen egyéb műveletet tudsz vele csinálni. A negyedik panel pedig nyilvánvalóan így négy darab kis ablakocska van, ami azt hiszem nem egy nagy meglepetés, mozgatható. De van egy ilyen lehetőség is, hogy függőlegesen, vagy, ahogy az előbb volt az a függőleges, vagy így vízszintesen tudod elhelyezni a panelokat. Én visszamegyek, kikapcsolom a többit, az egypanelos rendszerre. Nézzük is meg, milyen lehetőségeink vannak. File menübe meg tudsz nyitni természetesen egy web címet, egy URL-t, amire én éppen nem nagy igényt szoktam fordítani. File keresés. A file kereső az eléggé egyszerű, de számunkra megfelelő, az alapkeresési funkciókat el tudjuk látni. File menü,
akkor meg tudod nyitni F9 terminál, ez nem F4, mint sok egyébben, hanem az F9-el tudsz terminált nyitni, és kapunk egy terminált, semmi különösebb esemény nincs, nagyon kényelmes, amelyik panelba éppen vagy, azaz az a panel aktív, amelyik könyvtárba vagy, abba fogja megnyitni a fájl kezelőt. Hát ami nagyon kellemes, rögtön root terminált is tudsz megnyitni, hozzáteszem, nagyon-nagyon sok műveletet el tudunk végezni billentyű kombinációval, ha beállítjuk, illetve egérgombbal felhasználóként is, és ami nagyon kellemes, emelt jogokkal, azaz gyökérként, rootként is elvégezhető. Új ablakot is nyithatunk, és hogyha olyan igényünk van, hogy az egész Space FM-et szeretnénk új ablakba, új programként, rootként indítani, tehát emelt jogokkal, akkor azt is meg tudjuk tenni. A tabokat mentjük, füleket tudjuk menteni, meg ki tudunk lépni. Nézet. Na hát ez a nézet az nagyon jó dolog, mert itt sok mindent be tudunk állítani, ami számunkra fontos. Hozzáteszem, ugyanezt jobb egér gombbal kattintva is meg lehet majd tenni. Megmutatom majd. A panel 1-2-3-4, Ctrl 1-2-3-4-jel be tudjuk állítani, be tudjuk aktiválni. Én azt szeretem, azt tartom kényelmesnek, hogy nem menüből keresgélem elő, hogy 1-2-3-4 panel legyen bekapcsolva, hanem a panel bárt ezt bekapcsolom. Ez a témától függően van, amikor zöld gombocskák, van, amikor kis pipácskák. A fókusz hol legyen, tehát tudsz léptetni itt az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es panel között, nyilvánvalóan egérrel gyorsabb rákattintani a következőre. A panel egy nézet, azaz aktív, látható, hogy az 1-es van bekapcsolva. Itt a nézetet tudjuk megadni. Van a toolbar, ezek az eszközök, amik ide vannak téve, illetve sok egyéb dolgot be lehet kapcsolni, amit majd a panelon fogom a toolbaron megmutatni. Mutassa a rejtett könyvtárakat, rejtett fájlokat, stílust, hát kompakt ikonok legyenek, a kis előnézeti képek legyenek, nagy ikonok legyenek, illetve meg tudjuk adni azt, hogy milyen fonttal jelenjen meg az adott panel. Azért hangsúlyozom, mert mind a négy panelba úgy állogatod ezeket be, ahogy szeretnéd. Szortírozás, azt hiszem, ez sem fog senkinek nagy meglepetést okozni. A szortírozás név szerint, típus szerint, méret szerint, jogok szerint, gazdák szerint, felhasználók szerint, vagy a módosítási időpont szerint történjen meg, előre vagy visszafele legyen a szortírozás, illetve, ami számunkra fontos, a fájlok elő legyen, össze-vissza, tehát könyvtár és a fájl nevek vegyesen jelenjenek meg mondjuk egy ABC sorrendbe, vagy pedig a könyvtárok elő legyenek. A következő, mi látszódjon az adott panelba, a méret, a típus, a jogok, a tulajdonos, illetve a módosításnak az időpontja legyen benne, illetve hát, hogyha éppen nem frissül automatikusan a panelunk szokott, akkor az F5-tel, illetve a refresh-sel beállíthatjuk a frissebb beállításokat. Task Manager, ami azt jelenti, hogy egymás után megadhatunk feladatokat. Ez, mondok egy példát, az elmúlt napokban rengeteg, több tíz, hát majdnem 100 gigabájtos mozgatásom volt, rendezgetésem, videók, ezek azoknak az ide-oda másolgatása. Nyilván nem kell megvárni, hogy az egy könyvtárat átmásolja a másik könyvtárba, és utána dolgozni, hanem szépen be tudja listázni, be tudja sorolni a taskokat. Látni szeretnénk a Task Manager-t, vagy ne? Ha állandóan látni szeretnénk, ami szerintem fölösleges itt, azt hiszem egyértelmű, akkor ezt bepipáljuk, ha pedig szeretnénk akkor látni, amikor éppen dolgozik, tehát vannak taskok egymás után, akkor az autóhídére kattintunk, és el fog tűnni, hogyha nincsen éppen futó feladatunk. Hol is tartottunk? Task Manager, szintén ott megadhatjuk, hogy milyen információk, milyen oszlopok jelenjenek meg, alapértelmezett elegendő, előugró ablakot tudunk elvárni, beállítani, hogyha egy taskkal végezzen, vagy hiba van, vagy éppen valamit fölül szeretnénk írni, akkor a előugró
ablakba jelezze, hogy bocsi, de ugyanilyen névvel van egy ugyanilyen könyvtárad, hát mit szeretné vele csinálni, és itt is a fontokat be tudjuk állítani. Hiba jelzéseket, hibákat hogyan kezelje, én nekem az az elsődleges elvárásom, hogyha egy hiba lép föl, állítsa le a taskot, azt a feladatot, és én majd el fogom dönteni, hogy kérem, mit szeretném folytatni, vagy megszakítani a műveletet. A hibáknál a folytassa fölkiáltású dolog nem biztos, hogy egészséges, hiszen lehet olyan hiba, amiről jelzést szeretnénk kapni, és nem az, hogy ész nélkül folytassa. Természetesen tudod, hogy az a folyamatban nem lehet olyan hiba, vagy a hiba esetén folytatni szeretned a feladatot, másolás, mozgatást, egyébként, akkor itt meg tudod adni, illetve hát a tárló, hogy egymás után hogyan jöjjenek, azokat tudjuk megadni. Esemény menedzser. Na, hát ehhez én hozzá nem nyúltam, hogy milyen eseményeknél milyen műveleteket végezze el. Ha megnyitunk egy ablakot, egy új ablakot, akkor meg tudjuk adni neki, hogy milyen, mit csináljon, mit futtasson le. Ez már a saját programozás esete lehet ilyen elgondolás egy új ablak megnyitásakor, éppen játszol le egy zene számot például, hogy tudjuk, hogy új ablakot nyitottunk. Tehát itt az eseményeknek a egyéb alapeset, megnyitsz egy ablakot, akkor az ablak megnyílik, az egyéb, az, ami ezen túl van, amit te esetleg elvársz, én nem várok el semmit, taboknál, panelok nyitásánál, vagy egyéb indításnál, kilépésnél megadhatod azt, hogy mit szeretnél. Ilyen elgondolás például, hogy megnyitáskor, ha megnyílik, elindul a program, akkor csináljon egy mentést egy könyvtárról, vagy exitnél, kilépésnél takarítsa ki az ideiglenes fájlokat, vagy éppen a kukát törölje ki. Akármilyen ilyen elgondolást lehet tenni. Hát általában én úgy gondolom, hogy ezek számomra nem fontos. Az ablak címe, egy kicsit át tudod írogatni az ablakok címét, én úgy gondolom, hogy az ablak cím nem az életem legfontosabb dolga, így bizony az alapértelmezett, az elérés utat mutassa az ablaknak a címe, de ezen kívül egyéb akármit be tudsz ide írogatni. Látható, hogy a Double Commanderbe is ismert, illetve, ha jól emlékszem, a fáj átnevező videóba is voltak ilyen helypótlónak nevesített egyebek, amik pótolják, illetve konkretizálják azokat a hosszabb gondolatokat, például a elérési utat, százalékjel D, helyettesíti, vagy a panel számát, négy panelosát azért, hogyha valaki azt szereti, hogy a panel fejlécében ott legyen a panel száma, akkor azt meg tudja itt adni. Hát ez inkább ilyen szépészeti dolog, én hattam alapértelmezetbe, és a ikon mi legyen, hát bizony meg tudod adni, hogy milyen ikonkád legyen, én úgy gondolom, hogy az alapbeállítás jó, de hogyha pirosat, kéket vagy zöldet szeretnél, akkor tedd meg, nem az életem vágya, hogy ezen változtassak. Ami lényeg F11, ezt jegyezzük meg, egész képernyőre szétdobja a programot, eltűnnek a felesleges dolgok. Ami lényegesebb, a beállítási mód, ezt egérrel is meg tudjuk tenni. Ez a design mód, ahol mindenféle beállításokat, mozgatásokat, mármint programhelyeknek, vagy ikonoknak, feliratoknak, menüknek a mozgatását tudod megtenni, illetve a beállítás. A beállítást nézzük át roham tempóba. Beállítás nagyon egyszerű. Milyen ikon legyen, itt be tudod állítani az ikonok méretét, a itt lévő ikonoknak, menüknek, egyebeknek a méretét, ikon méretét. Én úgy gondolom, hogy a standard, ha nincs más gondolatod, akkor a standard beállítás maradhat. A fájl listázása az fontos dolog, hogy egy klikre nyitsz meg egy fájlt, vagy két klikre nyitod meg, indítod el azt a programot, ami hozzá van társítva, és mutassa a kis képecskéket, vagy ne. Képecskéknek az összmérete mekkora lehet. Ha használsz ilyen bélyegképeket, akkor ezt korlátozz le, mert képesek ezek a programok végtelen mennyiségű ikonképeket
inkább bélyegképeknek hívják, de az ikonkép is jó, bélyegképeket létrehozni, és egy idő után már a tárhelyed rovására, mert bár nem nagyok, de sok kicsi, sokra megy. A felület beállítása nagyon egyszerű, el kell olvasni, hogy mit szeretné beállítani. Gyakorlatilag én automatán, vagyis inkább úgy mondom, alapbeállításon használom. Itt, ami igazából fontos, hogy milyen a megragadás dragnak az akciója, tehát hogyha egy fájnak az ikonját, nevét megfogod és húzod, akkor mi történjen automatikus. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanazon a meghajtón van a két panel, és egyikből a másikba húzod, akkor mozgatást végez, ha másikon, akkor másolást végez, de én úgy gondolom, hogy ezt be tudod állítani, hogy az alapértelmezett a másolás legyen, vagy a mozgatás, vagy a link készítése. Érdemes megjegyezni, ha másolni akarsz, akkor kontrollgomb lenyomása segélyével mozgatsz, ha mozgatni akarsz, akkor a shift lenyomásával átmozgatod, és ha csak egy linket szeretnék készíteni, akkor a shift és a kontroll lenyomásával egérrel megfogod és mozgatod, akkor linket fog készíteni. Elég kényelmes megoldás az. Következő, az asztali módot tudod beállítani, gyakorlatilag a hátteret állogathatod, nem nagy indítást éreztem, nekem teljesen megfelelő az alapbeállítás, de hát itt, ahogy lehet látni, színeket, egyebeket tudsz állítani, szintén az egyklikkes megoldást is be tudod állítani, illetve meg tudod határozni, hogy a jobb egérgombbal a felületednek, XFC-el jelenleg a felületem, annak a menü része, vagy a Space FM-nek, a fájkezelőnek a menü része jelenjen meg, természetesen mi az, ami neked tetszik. Haladó. A haladónál megadhatod, hogy milyen terminált szeretnél használni, a SU, sudo, gsudo, meg egyebeket tudod beállítani, hol az elérési útja. Én a SU-t használom, és a GK-SU-t a grafikus elindításhoz, grafikus programok elindításához, az editort, a szöveg szerkesztőt érdemes a kedved szerinti megszokottra állítani, hiszen egy szövegszerkesztő egy egyszerű szövegszerkesztő, ami a kezedre áll, az nagy segítség. Rootként indítod, akkor melyik editort, vagy terminált használod, illetve a dátumformátumot állíthatod. Meghajtók, a felcsatolt meghajtókat látod itt, tudsz tallozni eddig, bár 2 éve ezt használom, egyszer sem használtam, mert majd megmutatom. Könyvjelző. A következő menüpont a könyvjelzők, ami egy kellemes dolog, de én nem innét használom, hanem másonét egy egérgombbal szoktam előcsalogatni. Ami lényeg, meg tudod adni azokat a kedvenc könyvtárakat könyvjelzőként, amelyiket sokat használod. Hát 3-at vettem föl, hozzá tudsz adni, illetve meg tudod jeleníteni. Plugin. Install, vagy a pluginnak az URL-jét, weblap címét adod meg, vagy letöltöd. Erősen javaslom az, hogy töltsd le azt a fájlt, amit ott az előbb mutogattam, hogy onnan lehet válogatni, és bizony föltenni, azt letöltöd, kicsomagolod, hogyha éppen aktuális a dolog, a cipként érkezik, és fájlként rá, fájl menü, egy pillanat, fáj, és akkor betallózod, és akkor már rögvest működni is fog az, hogy ide szépen a pluginok közé be fogja rakni, illetve importálni is tudod, hogyha éppen olyan van, installálni szoktuk inkább. Ahogy látni, egy multi-renémet állítottam be, ami a K-renémnek a meghívását teszi lehetővé. Ezzel az átnevező, a saját átnevező részét egy kicsit fölturboztam. Az viszonylag egyszerű. Hozzáteszem, nem nagyon egyszerű, de nem is olyan, amilyen az én igényeimnek megfelel, hiszen, ahogy múltkor hallottátok, a Dub Commanderbe teljesen oda voltam az átnevező részre, meg éppen emlegettem azt, hogy én bemutattam egy olyan átnevező, file átnevező programot, ami igen sokat tud, és azért ennek a sajátja, plugin nélkül, eléggé gyatra. A következő menüpont a tools, az eszközök saját
saját programokat tudunk írni, nem kell megijedni, ezek a programok jellemzően egy-egy scriptek, azaz nem lesz itt olyan programírás, majd lesz róla cikk terveim szerint, ami meghaladja azoknak a képességeit, akik be tudnak másolni, esetleg át tudnak írni egy 2-3-5 soros parancsort. Ennyi. Aki egy parancsort életében használt, az itt is el fog tudni igazolni, és a számára kedvenc és fontos programocskákat, szkripteket, egyebeket be tudja rakosgatni. A sugó. A sugó elég bő, a honlapra, az újságra és a Get Plugin oldalra tudsz menni. Ami lényeg, el kell olvasgatni sok esetben nagyon mélyen, és sok esetben eléggé felületesen összeállított, de használható manuált. Ha beállítottad itt a nézetmenübe a panel bart, ez a négy kis pipa jelzi, ahogy látható a össze-vissza beállítgatható panelunkat, láthatóan 4-et, 3-at, 2-t, 1-et összetudtunk rakosgatni olyan módon, ahogy szeretnénk. Én most egy panelban mutatom meg a dolgokat, hogy azt jól lássuk. 4 panelos az eszközünk, ami nagyon kellemes, hiszen 4 panel között másolgatni, mozgatni számunkra nagyon kényelmesen lehet, de minden panelhoz még 3 olyan eszköz, navigálós eszköz tudunk hozzátenni, ami segítheti a munkánkat, illetve hogyha túlzásba visszük és mindent megnyitunk, jó nagy káosz tudunk tenni. 4 panel, mindegyikhez társítasz 3 darab navigáló panelt, az összesen 12 darab kis ablakocska egy monitoron, hát azt szerintem a káosz csúcsa. Nézzük is meg mi. Nagyon kényelmes, és már említettem, hogy a meghajtók, illetve a könyvjelzőket nem ott használom. Itt van a meghajtó. Rákattintasz, és a felcsatolt meghajtókat tudod előhívni, és nyilvánvalóan, hogyha rákattintasz, az a panel fog megjelenni, az a könyvtár, az a meghajtó fog megjelenni a másik oldalon. Ez a fura kis visszafele nyilacska, ez bizony, hát a könyvjelzőink, amit megadtunk. Szeretném megadni a Linux Laci, nyilván ez a videóknak a dolgai, archív könyvtárat ide. Hát mit kell tenni? Rámegyek, jó begérgomb, és újat hozunk létre, méghozzá nem fájt, tudunk fájt is létrehozni természetesen, tudunk könyvtárat is létrehozni, hadd ne mondjam alapfunkció, linket és archívumot is hozzá tudunk tenni, tabokat is hozzá tudunk, és füleket, tudjátok, amik itt fönt lógnak, de hát nem az a lényeg, hanem könyvjelző meglepi, Ctrl-D-vel is meg tudjuk tenni, rákattintunk, és már meg is van, és a könyvjelzők között ott van a archív. Hát, hogyha ez éppen nem kül már, akkor remováljuk, sajnos nem beszél magyarul, és nézzük meg a home könyvtárba, hogyan tudunk gyorsan bemenni, villámgyorsan. Én régi vágyam, hogy itt létrehozzak ehhez a BIM könyvtárom, az alak is programocskáim vannak, egy gyors elérésű könyvjelzőt, és már meg is van. Tudunk meghajtókon lépkedni, és azokat megnyitogatni villámgyorsan, könyvjelzőket is tudunk tenni igénynek megfelelően, és természetesen, hát azt hiszem ez egy eléggé alapfunkció, egy fa nézetet is elő tudunk varázsolni, azaz ebbe is tudunk lépkedni, ahogy éppen szeretnénk. Azaz, ahova ide szépen oda megyünk, az meg fog a másikba jelenni. Tehát itt a navigálás nem csak az adott panel, fő panelban történhet meg, azt hiszem ezek után már nem is kérdéses, hanem bármelyik olyan panelba, amit éppen én szeretnék megnyitni a fa nézetbe. Villámgyorsan lehet dolgozni, biztos, ami biztos, mind a 3-at meg tudod egyszerre nyitni a főpanel mellé, 3 kis mellékpanel, így bizony az összes navigálási gondolatodat, igényeidet kielégít. Ahogy látni, ez már nem saját ikon, de hát az ikonsorba tudunk készíteni akármilyen új könyvjelzőt, applikációt, azaz ide föl tudsz vigyeszteni egy számodra fontos programot, és meg tudod hívni az adott fájlkezelőből minden további nélkül. Azért mindenkit arra biztatok, hogy ezek a lehetőségek,
de azért, hogyha már a századik ikonkát, egyebet biggyeztet föl, akkor nem fogsz eligazolni, de van rá lehetőség, és egy parancsot is hozzá tudsz tenni, submenüt, tehát all menüket tudsz létrehozni, nem csak itt, sok helyen, szeparátort, hogy egy kicsit egymástól eltávolítsd az ikonokat, nem csak ezeket tudjuk hozzáadni, természetesen gyári gombokat is hozzá tudunk tenni, ilyen például, és el is tudunk távolítani, a meghajtó, a könyvjelző, a fanézet, a home, ami ide van, az a home könyvtárba visz, föl, vissza a históriba, tehát a múltbéli eseményekbe tudunk visszaléptetni, előreléptetni, illetve frissíteni, új lapot, új tabot, fület tudunk hozzáadni, illetve egyéb dolgokat is, kis ikonkákat hozzátehetünk. Hát tegyünk hozzá olyat, ami nincs, a bélyeg képeket is mutassa meg, és már meg is kaptuk azt a lehetőséget, hogy innéd a bélyeg képeket ki, illetve be tudjuk kapcsolni, ami nekem nem kör, ennek örömére természetesen remove, és eltávolítjuk. Ezzel láttátok, a kis füleket adtuk hozzá, hozzáadtunk egy kis programocskát, választhatunk, ami éppen tetszik, visszanyíl, az belépek egy könyvtárba, és kilépek a könyvtárból, tehát egyel visszább tudunk lépni, előre tudunk lépni, illetve a fölöttes főkönyvtárba tudunk föllépni ezzel a gombbal, ez pedig villámgyorsan a saját könyvtárunkba visz. Azért fontos, hogy ezeknek a gomboknak, a nyilacskáknak, inkább így mondom, a szerepét, illetve használatát elsajátítsuk, mert itt a navigálás egy picit ezekre épül, azaz hiába megyünk föl a gombbal fölfele, nem tudunk följebb lépni felsőbb könyvtárba, el-vissza jobbra-balra gomboknál nem tudunk léptetni, hanem a panelt mozgatjuk végig, nem tudunk léptetni ki és be a könyvtárba, így bizony ezeket meg érdemes szokni, az otthon könyvtárat persze azt érdemes megtartani, hiszen oda beléptetünk, be tudunk rögtön lépni a saját könyvtárunkba, akárhol vagyunk. Azaz eljutottunk odáig, hogy ide bármit tehetünk, egy-egy programot is, ezt meg szeretném mutatni, mert ez nagyon jó applikáció, és felsorolja az összes olyan applikációt, amit te éppen használni szoktál, illetve a gépedre telepítve van. Megbeszéltük azt, hogy egy panel fejlécét, kinézetét hogyan tudjuk állogatni. Minden panelhoz külön fejlécet tudunk illeszteni. Ahogy láttátok, létre tudunk hozni egy olyat, hogy új tab, és egy tabot hoz létre fület, azt be is tudjuk csukogatni, ha éppen nincs rá szükségünk. Azaz, nem csak panelok között, hanem tabok, fülek, lapok között is tudjuk mozgatni a dolgokat. Oppá, mozgatni tudjuk a dolgokat. Igen, tudjuk mozgatni a dolgokat, oda mentem a dokumentum könyvtárba, és nekem vannak olyanom, hogy cím. Erre rákattintok, ez a cím adatbázisom, mármint az az adatbázis, ami egy ilyen jegyzetkezelő, és ezek szövegfájlok. Ez egy egyszerű szövegfájl, ami jellemzően mindennel megnyitható és mozgatható, azért ezt használom bemutatásom, ha itt valamit eltolok, a mentésből vissza tudom állítani. Mi az, ami számunkra lehetséges? Hát azt hiszem, mindenki már tud navigálni, rákattint, visszamegy, rákattint, vissza tudunk léptetni. Ez egy egyszerű művelet. Egy könyvtárral, egy fájllal sok mindent meg tudunk tenni. Itt most nemes egyszerűséggel átugranám azt, hogy ha most ide jövök, a lokálba be akarom másolni a Linux TXT-t, akkor megfogom és áthúzom, és akkor nagyon boldog vagyok, tehát ettől egy kicsit már eltávolodnék, hiszen ez egy alapművelet, meg az, hogyha rákattintunk, és egy del gombot nyomunk, és akkor töröljük, hát az azt hiszem nem egy nagy dolog, de mi egyebet tudunk? Rákattintunk akármire, megnyílik egy elég nagy panel. Nagy panel rengeteg alappal, rengeteg alapművelettel,
kész művelettel, amit lehet, későbbiekben megbeszéljük, kicsit bővíteni, megnyitás, megmondja, hogy hát szerinte ezekkel lehetne megnyitni. Hát természetesen a szövegfájt azt szövegszerkesztővel szeretnénk megnyitni, de fölajánlja, ami ehhez a fájhoz van társítva, illetve meg tudjuk nyitni saját editorral, amit beállítottunk, illetve meg tudjuk nyitni rootként. Tehát, hogyha olyan feladatunk van, vagy olyan helyzetben vagyunk, hogy ebbe a programba, fájkezelőbe oda navigálunk egy rendszer fáj beállító részéhez, config fájhoz, akkor rootként is tudjuk rögtön kezelni. Ugrás, amit előbb mutattam, föl, le, jobbra, balra, vissza nyilacskákkal tudunk a könyvtárba lépkedni, haza tudunk lépni, illetve a tabok között is tudunk léptetni. Ahogy látni, itt több tab van nyitva, ha éppen egérgombbal a második nyitott tabra átugrik a panel, ami esetleg akkor kényelmes, ha kivág és beilleszt módszerrel szeretnénk valamit odébb mocorogtatni, mozgatni, illetve másolni. Tudunk léptetni az elérési úthoz, tehát lépjen föl ide a saját panel elérési útjára, és akkor te át tudod írni. Fájllistához tudunk ugrani, a fanézetbe tudunk, a könyvjelzők, illetve a meghajtók panelba oda tudunk ugrani gyorsan. Új, mit tudunk létrehozni? Azt hiszem nem nagy meglepetés, fájlokat tudunk, foldereket, könyvtárakat, linkeket, illetve archívumokat, meg hát amit mutattam, már volt róla szó, tabfüleket, illetve könyvjelzőket tudunk létrehozni. Action, not az action, ez egy komolyabb feladatuk, beállítás szerint, ha alapbeállítást használod, akkor is már sok mindent meg tudsz gyorsan csinálni vele, de hogyha ezt még egy kicsit átvariáljuk, akkor még egészen kényelmes dolog lesz. A fájl nevét fel tudod másolni, föl tudod másolni a szülőkönyvtárig az elérési utat, illetve az egész elérési utat fájlnévvel a vágólapra tudod másolni és más programba beilleszteni. Tudsz linket is létrehozni, illetve másolás és mozgatást tudsz végrehajtani ezzel, tehát nem csak kivág és beilleszt egyik könyvtárból a másikba, idehúzom, odahúzom, ezek is kényelmesek, de van kupi, illetve van move lehetőségünk is, de nem csak ennyi. Miért nem csak ennyi? Mert ez több panelos, több füleket tartalmazó, több panelos megoldás, azaz a másold át, ez két panelnél az A-ból B-be, B-ből A-ba lehet. Más nincs. De ahol már egy kicsit bonyolítják, 3-4 panel van, plusz a fülek között is lehet másolgatni, akkor bizony jobb, hogyha az ember odafigyel, hogy mit nyomkod. Itt nem elég az F5-F6 megoldás. Én ennek örömére kinyitok egy pár panelt, és megkeressem, hát keressük meg ezt, és nézzük meg. Másolás. Lokáció. Ahova akarod, megkeresed, oda másolod. Azt hiszem nem okozhat ez senkinek semmi gondot, de megjegyzi az utolsó általad kiválasztott helyet, és oda is tudsz másolni. Azaz ez akkor jó, hogyha több könyvtárból több fájlt szeretnél egy azonos helyre bemásolgatni, akkor nem kell mindig megkeresgélned, vagy esetleg a másik panelba kinyitni azt a helyet, hanem az utolsó lokációra nyomva oda fogja bemásolni, illetve a move-nál mozgatni. Hát ez olyan, nem olyan, hát most fájlkezelőben még tallózzak is, fölkiáltással, hát attól én frász kapnék, ha csak ez lenne, de tabok között is tudunk másolni, tehát hogyha ez a web.txt-t, amit itt megjelöltünk magunknak, azt szeretnénk a Laci könyvtárba, ez a másik fülnek a könyvtára, átmásolni, vagy átmozgatni, akkor a második tabra tudjuk másolni. Előző meg következőre is tudunk, de én jobban szeretem a tab 1-2-3 megoldást. Oppá, panelok között tudunk másolni, itt tudsz a másik panelba, a harmadikba, vagy a negyedik panelba másolni. Mi van,
akkor, hogyha én az egyes panelből a második panelba szeretnék másolni, és ehhez szeretnék egy olyan billentyű kombinációt adni, hogy mint például az F5, F6 az egyéb programokba, azt is meg tudjuk tenni. Copy, panel, mindig a második panelba másoljuk az F5-tel. Az annyit tudunk tenni, rákattintunk, és itt a Ctrl-K-nál éppen megnyomjuk a Ctrl-F2-t, hogy F2 második panelba másoljon, és set. És akkor a web.txt-t a nyitott második panelba, Ctrl-F2, és már ott is van, hát ha ne legyen ott, akkor én ezt szépen kitörlöm. Egy másik trükköt szeretnék megosztani veletek, amit én előszeretettel használok, azon kívül, hogy ez a Ctrl-1-2-3-4, tehát az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es panelba másoljon. Nagyon kellemes, hiszen ha nyitva van mind a 4, akkor tudod, hogy ez az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és az adott fájlt hova akarod másolni, 1-esbe, 2-esbe, 3-asba, abba a nyitott könyvszám, amit az a panel jelképez, akkor azt gyorsan meg tudod evel a Ctrl-F1-2-3-mal oldani. Akció, és szeretném a adott fájt a következő panelba másolni. Ez trükkös, mert 1-esből a 2-esbe megy át, ha 2-esből a 3-asba tudsz másolni, 3-asból a 4-esbe, 4-esből pedig az 1-esbe, tehát a következőbe fogod másolni, a soron következőbe, akkor panel, next, na, és szintén jobb egérgomb, és látható, hogy megint megjelent, következő panelba való másolás, véleményem szerint hagyományosan F5-tel történik, lenyomjuk az F5-öt, és set beállítjuk, web.txt-t figyeljük, F5-öt nyomok, és itt van bent. Figyeljük meg, ez egy nagyon fontos, web.txt-t szeretném a másik panelba az F5-re másolni, akkor ide megyek, itt van, erre figyeljünk, van, ez web.txt, kijelöl, hoppá, mit csináljak vele, auto remove, nevezzem át, vagy pedig meg tudom tenni, hogy ha sok másolás van, hogy mindet automatikusan nevezze át, fölülírja, fölülírjuk az összeset, leállítjuk és gondolkodunk, hogy mit csináljunk, és skip, hagyd a fenébe az egészet, hagyd ott, ahol van, nem kell rámásolni, nem akarom újra felülírni, skip, áll, hagyd az egészet, az összes felülírandot, és ha mégse, hagyjuk az egészet, nem másolgatunk. Web.txt, 2-es panel, F5 nyomás, és bizony átkerült a 3-as panelba, hiszen azt tettük hozzá az F5-hoz, a következőbe legyen szíves másolni. Na hát ezeket gyorsan ki fogom én itt törölgetni, mert ez számomra nem kellenek. Oké, a másoláson keresztül megértettük azt, hogy a hagyományos áthúzom ide dolgon kívül, vagy a hagyományos copy és paste kívül elég sok lehetőségünk van, az action-nel, action menübe tudjuk szépen meghatározni, hogy a kis fülecskével jelképezett könyvtár, vagy a panellal jelképezett könyvtárba menjen el, az összes ilyen művelethez hozzá tudunk, összeshez, párosítani nagyon jól struktúrálható gyors billentyűket, jelzem, 4 panel, sok fül, tehát azért nem egy F5, F6 nyomogatásából áll az egész, de jól be tudjuk állítani. Root, és ugyanaz, rootként, tehát hogyha nincs hozzáférésünk valamihez, akkor emelt joggal kéne dolgozni, akkor a copy to, illetve move to megoldható innéd is, ha éppen, hát akkor éppen bekéri, ugye? Nem fog senkinek nagy meglepetést jelenteni, és utána jelezi nekem, hogy nem adtam meg a jelszót, azaz rootként is tudsz dolgozni vele, ha ismered a root jelszavadat, és el tudunk valamit rejteni is, ki tudunk mindent jelölni, és
kijelölés minden, azaz jelöljön ki minden, illetve valamilyen minta szerinti kijelölést tudunk tenni. Itt egész komoly mintákat létre tudunk hozni. A legegyszerűbb az, hogyha odaírod, hogy csillag.mp3. Az az adott könyvtárban lévő összes fáj közül csak az MP3-akat szeretnéd kijelölni, arra nagyon figyelj, ennél sokkal többre is alkalmas, elég bonyolult sablonok szerint tudod kijelölgetni az adott fájlokat. Ez akkor érdekes, ha több száz vagy több ezer fáj van. A könyvtárban is tudsz egy sablont, egy mintát létrehozni, azt szerint, hogy melyikekre van neked szükséged. Választás megfordítása, illetve az összes kijelölés deaktiválása, gondolom mindenkinek egyértelmű. Ezek a megszokottak, figyeljünk arra, hogyha a különböző billentyű kombinációt, itt azért egy kis munkával jár a billentyű kombinációnak a összeállítása, használunk, azért ezeket nem kéne, jó? Már ezek alapbeállításokat. Meg tudjuk tenni azt, hogy átnevezünk. Az átnevezést már említettem, hiszen az egyik plugin, amit használok, ami ebben csak egyébben, az ezt szolgálja, az átnevezés nagyon egyszerű, megjelenik és átírod azt a névre, amit akarod, illetve meg tudod adni, hogy move, tehát átnevezed, elég fura, de inkább átmozgatod azt a nevet, megváltoztatod a nevet, vagy csináljon róla egy másolatot, ezt megmutatod, átnevezem, akkor ha most a move lenne, és átnevezésre nyomok, akkor a web.txt aláhúzás 1.txt lenne, web.txt lenne, de ha másolatot akarsz róla csinálni, akkor egy kopival egy ugyanolyan másolatot hozhatsz rögtön létre. Tehát az átnevezés nem csak átnevezés, hanem egy másolás, biztonsági másolást, és tudsz gyorsan egy fájlról csinálni, amit szoktam emlegetni, a rendszerfájt piszkálgatunk, hát nem ártana egy gyors másolatot készít törlés, azt hiszem nem kell bemutatni, itt is a delete gombhoz van rendelve, én általában át szoktam állítani F8-ra, de ennél a rendszernél még nem történt meg. A nézeten nem fogunk végigmenni, mert erről beszéltünk a nézet menüből, azaz nem kell ide elvándorolnod, hogyha az adott könyvtárba éppen szeretnéd a szortírozást, azt szoktuk inkább többször megváltoztatgatni, a szortírozást szeretnéd átállítani olyanra, hogy ne név szerint, nem mondjuk méret vagy típus szerint szortírozza be a fájlokat. Nagyon profi. Hát, hogyha éppen olyan ingered van, hogy a szortírozáshoz is szeretnél egy gyors billentyűt, vagy akármilyet tenni, akkor természetesen meg tudod tenni. Ha éppen nem felel meg számodra ez a menü struktúra, amit itt látsz, ami már a harmadik mélységben vagyunk, egyes mélység, kettes mélység, és utána a harmadik, a jobb eger gombos mélység, akkor még hozzá tudsz adni egyéb dolgokat is a menüszerkezethez. Tudsz egy saját menüszerkezetet ezen kívül is kialakítani, akár itt, de itt is ki tudsz alakítani egy-egy új menüszerkezetet, az action alá szoktam én egyébként berakosgatni, és akkor kialakíthatsz egy új menüszerkezetet, és hozzáadunk egy new könyvjelzőket, és legyen a programozás, okay, ennek a, és akkor mindjárt megnézzük, action, és a programozás könyvtárba rögtön be tudunk ugrani, ez csak egy könyvjelző volt, de akár még egy programot is indíthatsz innét. Tehát végtelen a variálási lehetőség, ennek örömére én ezt programozás kitörlöm innen, mert nem oda való, de van rá lehetőség egy saját menüszerkezetet létrehozni. Nézet, megbeszéltük, elején volt róla szó, tulajdonságok, infót kapsz arról a szegény fájlról, mindent, ami neked tudni kell, kétfüles megoldás, micsoda, hogyan és ki hozta létre, mi a neve, hol van, milyen a típusa, mivel szeretnéd megnyitni, át is tudod állítani, hogy mással nyíljon meg,
mindenféle adatot és a jogokat. A jogokat itt tudod állogatni, ha éppen azt mondod, hogy a csoportod ne, hát más meg főleg ne, tudja olvasni, meg írni, meg futadni, akkor itt meg tudod adni. Van olyan lehetőség is, természetesen egy egész könyvtárnak a jogát meg tud változtatni rekurzíven, akkor, mivel egy fáj van kijelölve, most nem aktív, ezt fogod megnyomni, és nagyon-nagyon nagy örömmel észreveszed, hogy a könyvtár összes fájjára, alkönyvtárára azok a jogok fognak vonatkozni, a tulajdonost és a csoportot is meg tudod változtatni, mivel egy felhasználós a gépem, hát ezen nincs mit változtatgatni, és leokézzük. Mi van még itt? Hát a jogokat megnézzük, gyors. Gyors jogváltoztatásokra is van lehetőség. Én azt mondom, hogy aki nem tudja, hogy az R, V, X, meg ezek a kötőjelek mik a szöszök, annak nem kéne ezt használni, hanem azt a pipálós módszert használja, de aki tudja, hogy ezek mit jelentenek, viszonylag gyorsan tudja megoldani, illetve itt is egy könyvtár szerkezetnél egy rekurzív megoldás is van. Ugyanezt, ha nem vagy éppen jogosult a könyvtár használatára, de te vagy a root, a rendszergazda, vagy tudod a jelszót, ugyanúgy meg tudod tenni. Itt a rekurzív megadásra is van lehetőség, illetve a tulajdonost is át tudod állítani, szintén rekurzív megoldással. Gyakorlatilag egy picit karcolgattuk a lehetőségeket, átfutottunk rajta. Összefoglalnám gyorsan pár mondatba. Fájkezelő 4 panellal. A 4 panelhoz fejenként 3 tallózó kereső lehetőséget tudunk tenni. A meghajtók, a saját magunk által összerakott könyvjelzők, illetve egy fa struktúra szerint tudunk keresgélni. Ami azt jelenti, hogy ha nagyon belevadulunk, akkor pontosan 12 darab panel lesz nyitva. Ha a panelok nem egyértelműen elegendők, már, hát, már füleket is szeretnél, akkor végtelen sok fület tudsz összehozni, egy-egy tabot összehozni. Nem csak panelok, hanem tabok között is tudsz mozgatni fájlokat, végrehajtani műveleteket. A programot tudod vezérelni menüből és jobb egérgombból. A jobb egérgombos megoldás azért kényelmes, mert szerkeszthető. Olyan egyéb műveleteket is bele tudsz tenni, olyan gyors billentyűzeteket is hozzá tudsz rendelni, ami számodra kell. El tudod indítani az adott programot, meg tudod nyitni az adott programot, másolgatni tudsz, tömörítgetni tudsz, gécipet tudsz, saját eszközöket is, kommandokat is létre tudsz hozni. Egy ilyen kommandot, egy parancsot ugyanúgy hozzá tudsz adni az actionökhöz, tehát újat létrehozol, ami lehet command is, tehát parancs is, tehát egy parancs szerkesztés is lehet, ami egészen kényelmes, mert hogyha ránézel itt a beállításokra, az általánosan megszokott file kezelőkbe elérhetőnél egy picit többet tudsz állogatni, meg hát shell scripteket is létre lehet hozni, és azokat ide beírogatni. Nagyon-nagyon-nagyon kényelmes megoldások. A scriptekről szeretném egy sor, vagy egy komolyabb scriptet szeretnél. Itt is használhatsz, és van egy-két példa, olvassátok el, helyfoglalókat, helytartókat, látható nem, hogy elég sok ilyen helytartót tudunk használni. Ezek közül inkább jellemzően az első párat, az adott fájl, ami ki van jelölve, az adott fájlok, amik ki vannak jelölve, az adott könyvtár, ami ki van jelölve, ezeket a helytartókat, helyettesítő eszközöket szokták használni, de ezeket kifejezetten lehet bonyolítani is. Na jó, hát majd későbbiek folyamán. Azaz rettentő sok olyan egyéb funkciót be tudunk építeni, ami túlmutat az, hogy EAB panelról, vagy a BA panelba fogunk most másolgatni, hanem komolyá tudjuk tenni a fáj műveletek elvégzését. És ne csak arra gondoljatok, hogy egy fáj műveletet elvégezzünk, tömörítjünk, kitömörítjük, meg egyéb. Nem csak ennyi,
Mert egy fájművelet akár lehet olyasmi is, hogy ha rákattintunk egy film címre, megfelelő szkripttel, erről lesz szó, mert tervezek ilyen cikket, megadásával a Open Substrate-ről le tudod tölteni a feliratot hozzá. Tehát ez egy nagyon kényelmes, végtelenségig kiegészíthető eszköz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!